A felsőházi rájátszás 8. fordulójában a már ezüstérmes Berettyó Újfalu látogatott a gödöllői bikák otthonába. A hazaiak meglehetősen megtépázva álltak fel a pályára, hiszen eltiltások, sérülések tizedelték a csapatot, így mindössze 7 mezőnyjátékossal és 1 kapussal tudtak kiállni. Már a 3. percben vezetést szereztek a vendégek Rábl János révén. Rengeteg akció és számos kihagyott gólhelyzet jellemezte az első félidőt, ám a 15. percben Jakab Dávid egyenlített. Sajnos nem sokáig tartott a gödöllői öröm, hisz a félidő vége előtt újra Rábl volt eredményes. Folytatta a loholást az eredmény után a hazai csapat a 2. játékrészben is, és először Ugi Márk egyenlített 2-2-nél, majd Jakab talált be ismét közvetlenül a 3. vendéggól után a 33. percben. Ekkor robbantottak az örömjátékot játszó Berettyó újfaluiak, és pillanatok alatt eldöntötték a mérkőzést, ugyanis 17 másodperc alatt kétszer is bevették az egyébként remekül védő Hegedűs Ferenc kapuját. A hajrára már nem maradt kérdés, a gödöllői bikák újabb vereséget szenvedtek, ezúttal 8-4-re, így továbbra is nyeretlenek a playoffban. Véget ért a mérkőzés, 8-4 arányú győzelmet aratott a Berettyó Újfalu. Ez sima volt, azért az alapszakaszban a Berettyó Újfalu gödöllő meccsek nem voltak ilyen simák. Igen, mindig szoros mérkőzés játszottunk, és most is a mérkőzés több mint feléig is szoros volt, hiszen 3-3-ig tudta velünk tartani a lépést, ha lehet ilyet mondani, a gödöllő, de aztán hirtelen kétszer betaláltunk, és ott megtöltek, és így lett a vége sima, de ahogy láttuk, a gödöllő azért elfogyott létszámban, mennyiségben, minőségben, úgyhogy a végére nem volt nehéz dolgunk, bár mi próbáltuk megnézni a saját dolgunkat. Tulajdonképpen tétje már nem volt a mérkőzésnek, hiszen a bajnokság ezüstérmes csapata a Berettyó Újfalu. Évelején erre számítottak, hogy az ezüstérem lesz a végeredmény, vagy mik voltak a célok? Egy új csapatot akartunk felépíteni, hiszen évek óta külföldiek határozták meg a játékstílust. Ebben az évben nem volt egyetlen egy külföldi, bejött egy-két fiatal, úgyhogy igazából nem tudtuk, hogy a csapat mire képes. Örülünk, hogy ennyivel vezetünk a 3. előtt, de viszont kicsit szomorúak vagyunk, hogy a Győr ennyi elszakadt, de hát most jelenleg ez a valóság. Azt hiszem, hogy reálisan vagy kicsit afelül tudtunk teljesíteni ebben az évben. Sajnálom, hogy itt a végén azért nincsenek tétmérkőzések, mert egy kicsit mi is beleszürkülünk ezekbe a mérkőzésekbe. Van-e annak esélye, hogy jövőre meg lehet szorongatni a Győrt, vagy mi lesz jövőre a felállás a futszál élvonalban? Én úgy gondolom, hogy a Győr hasonló erőt fog képviselni, mint most. Hát próbálunk építkezni, próbáljuk a most meglevő játékosokkal, és keresünk olyan tehetséges magyar játékosokat, akik be lehet építeni a csapatba, és hosszú távon szeretnénk valami hasonló játékstílus, hasonló játékerőt képviselni, mint a Győr, de hát ez a közeljövőben én azt hiszem, hogy nem fog megvalósulni, de minden napjainkat azzal töltjük, hogy ez sikerüljön, ez egy hosszú távú terv. Véget ért a mérkőzés, a gödöllőiek kapusával, Hegedűs Ferenccel beszélgetnék. Meg kell, hogy mondjam, hogy én téged emeltelek ki a közvetítés során, remek formában védtél. Én úgy gondolom, hogy rajtad nem múlt. Hogy érezted? Hát köszönöm szépen a gratulációt. Hát sajnálom, hogy így alakult a végére ez a mérkőzés. 3-3-ig pariba voltunk, sőt 3-3 után akár meg is szerezhettük volna a vezetést. Volt egy rossz 15 másodperc, ami alatt úgy érzem el is dőlt a mérkőzés. Elfogytunk egy kicsit létszámban is, de egész jól tartották magukat a fiúk. Mit beszéltetek meg az öltözőben a mérkőzés előtt? Hogyan álltok ki ezen a találkozón? Igazából számunkra már úgymond tét nélküli volt a mérkőzés. Nyugodtan, felszabadultan tudtunk játszani így. Sajnos munkai problémák, sérülések ritkították meg a csapatot. Hát a végére sajnos így elfogytunk. Sajnálom, hogy így alakult így a rájátszásban, nem tudtunk még mérkőzést nyerni. Ez egy kicsit szomorú, de sajnos így alakult. Következő mérkőzésen már a kolléga Ács is pályára léphet. Ki fog kezdeni ezek után? Nem tudom. Általában felváltó szoktunk védeni, valószínűleg most ő fog védeni. Szente Tamás a gödöllőiek edzője kameránk előtt, aki ezúttal a kispadról nézhette csak végig a mérkőzést.
és voltak ezzel sokan, akik csak a lelátóról, vagy még itt sem voltak. Nagyon kevesen érkeztek ide ma a gödöllőiek. Mi ennek az oka? Hát a heti hetesünk az sajnos most erre volt képes. Hát, hogy mi ennek az oka? Hát, hogy mondjam szépen, hogy ne tiltsanak el még jobban. A játék, eleve kevesen vagyunk, ugye, de hát a játékvezetők azok elintézik, hogy a Győr ellen majd apukám fog játszani, meg anyukám, mert egyszerűen már annyian olyan kevesen vagyunk. Hát sajnos már ennyi futott a kis csipet csapatból. Nagyon sokáig jól tartották magukat a fiúk, sőt, még talán kétszer-háromszor vezetni is vezethettünk volna, nem sikerültek a helyzetek. Hát igen, sajnos a kontráinkat nagyon rosszul használtuk ki, hogyha azok tényleg egy kicsit jobb százalékba használjuk ki, akkor még vezethettünk volna. De én úgy érzem, 3-3-nál kaptunk egy elkerülhető gólt, és ott roppantunk össze, és sajnos ez lett a vége. Én itt Hegedűs Ferinek mondtam, hogy én kiemeltem mindenképp rajta nem múlt, de úgy gondolom, hogy azért a többiek is megtették, amit tudtak. Természetesen Feri is nagyon jól védett, és a többiekre se lehet egy rosszabbunk se, tehát amit tudtunk, sajnos ennyi volt ma a meccsben. Pénteken hány mezőnyjátékosra számíthatunk? Apukámmal együtt szerintem egy 6-an leszünk. Nem tudom még, megmondom őszintén. Thank you.